Üdvözlöm Önöket, ez itt a Manikűr. Ahogy azt az előző műsorunkban ígértem, mára egy igazi nyári témával készültem. A nyár beköszöntével nem csak az egyre élénkebb színű ruhákért rajongunk, hanem a színes manikűrökért is, amelyek harmonikusan kiegészítik megjelenésünket. Elfelejthetjük az unalmas tónusokat, és végre teret engedhetünk kreativitásunknak. Pető Henrietta, aki számtalanszor bizonyította nekünk, hogy gyors, de precíz munkája páratlan, mesélt egy kicsit a nyári manikűrtrendekről. Nézzük csak! Ahogy haladunk a tavaszból a nyári időszakba, annál bevállalósabbak a vendégeim, és bátran választják az erősebb, feltűnőbb színeket, például a neonszíneket. Ezek a színek fényesen és matton is egyaránt nagyon jól néznek ki, széles választékban megtalálhatóak a Pearlnél. Ezeket a neonszíneket kövekkel, csillámporokkal, krómporokkal, egyszerűbb vagy bonyolultabb mintákkal, vagy akár nyomdalemez segítségével is díszíthetjük. Bátran keverhetjük a színeket egymással, akár minden újra más-más színt is tehetünk, így még nyáriasabb és feltűnőbb lesz a manikűr. Franciska azon vendégeim közé tartozik, aki a szolidabb manikűrt kedveli, így egy nude színt választottunk. És újra egy absztrakt mintát rajzoltam, amit különböző neonszínekkel egészítettem ki, és feketével kontúroztam. Végeredményként egy természetes hatású manikűrt készítettem el, amit feldobnak a neonszínek. Azok a vendégeim számára ajánlom, akik bevállalósak és szeretik a feltűnést. Akik félnek egy picit ezektől az erős színektől, azoknak inkább kisebb változatba ajánlom. Vannak vendégeim, akik nem vállalják be ezeket a színeket, maradnak a megszokott nude vagy világos rózsaszín színeknél. Nekik esetleg neonszínekkel picike kis mintákat rajzolhatunk, így ők sem maradnak le a nyári feltűnésből. Én inkább a visszafogottabb hölgyek közé tartozom, akik kevésbé szeretik a feltűnő körmöket, és távol állnak tőlem az extravagáns minták. Mégis engedtem a csábításnak, és a manikűrös által elkészített minta színei nem csak az aznapi viseletem dobták fel, hanem az egész napom. Ennyi volt mára a manikűr, köszönöm, hogy velem tartottak. Találkozunk 2 hét múlva, 1:25 perckor a viszontlátásra.